Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok. Hát gyerekek, van vagy két heten nem raktam fel ide. Hát tudjátok, hogy van ez, van ez az élet, jön a napsütés, a kormány felengedi a zárlatokat, az ember ki akar mozdulni, akad új barátnő, minden, minden ilyen apró dolgok így összejönnek. De nem feledkeztem meg az Outriders-ről, és, és eddig húztam, csak húztam már mindenkinek, minden reviewja kijött, és vagy szeretik, vagy utálják ezt a játékot. Tudjátok, mit én megütném az arany Közép utat ezzel a játékra, és egy ilyen objektív szemléletből közelíteném meg az egészet. Remények fűzöttek ehhez a játékhoz. Számomra azt reméltem, hogy valamilyen szinten kihelyettesítheti a Warframe-et, de sajnos nem igazán ér fel a Warframe-hez. Na, kimondtam. Ezzel az infóval kezdjetek, amit csak szeretnétek. Még a mostani Warframe-hez sem. És most nem arra gondolok, hogy gameplay anyagban vagy valamiben. Jó, persze a Warframe öregebb játék több van benne. Öm, hanem úgy, úgy a komplexitásában is. Én reménykedtem benne, hogy az lesz, de valójában nem az. Uh, és mielőtt nagyon ebbe belemélyednék, kicsit beszélgessünk. Pozitívum, negatívumok jönnek, ahogy kiférnek a gondolataim. Tudjátok mi? Na, ugye játszott, játszottam a bétájával ennek a játéknak, és egy demót láthattunk abban a bétába, ami, ami egy érdekes történet szállal indult el, és úgy voltam vele, hogy ennek a játéknak végre lesz egy single player -e, és hogyha más további is nem jutok ezzel a játékkal, legalább egy jó single player játékot játszhatok ki. És, és a demóban felvázolt történet engem érdekelni kezdett. Ott, az, az, ott megtalálható rossz fiú és gonosz fiú malak, ugye? engem érdekelni kezdett, hogy mit akar, miért és hogyan című történet. És, és tudjátok mit? nagyon csalódtam benne, hogy magába a teljes single playerbe alig volt erről szó, gyakorlatilag, és, és, így nagyon gyorsan lezárták ezt az egészet, és lehet, hogy sokkal értékesebb történet lett volna a Molok féle történetszál, mint az, spoiler alert, mint az, hogy egy űrhajó jelét kell lenyomozni, és eljutni odáig, és felküldeni egy jelet, hogy leküldjenek padokat. De erre majd visszatérünk. Lehet, hogy egy érdekesebb történet száll lett volna, és nem mellesleg, ha a kettőt összeépítve, együtt építve, egy, egy sokkal több történetet is lehetett volna Összehozni, de talán azért volt bennem ez az érzés, mert hogy a bétában lévő történetre kezdtem igazán kíváncsi lenni, mert nagyon jól előadták, és semmit nem tudtam a fő száról Ha a bétában lévő történet nem lett volna ennyire érdekes, akkor kíváncsi lettem volna a Szóval ez itt egy kicsit csalóka, és emiatt, ugye az ember többet akar megtudni az Outridersnek, Outriders-ről, akkor bele kell mélyedni a Lore történetébe, amiről majd csinálok egy videót. Hogy hogy miről szólt, hogy alapvetően az Outriders, és, és bele kell mélyedni ebbe a ló történetbe azért, hogy az ember megtalálja a saját izgalmát. Mert hogy a történet maga, a Single Player történet maga igen szimplisztikus és egyszerű, mennyel darál e, egy csomó szörnyet, találd meg, hogy az űrhajóban lévő jelet, csatlakozz fel a fönt lévő űrhajóra, és zúzd, küld le a, a, a podokat, amik benne voltak abban az űrhajóban 30 éven keresztül, és senki nem tudott vele mit kezdeni. És, és alapvetően ez az természetesen valott még további háttér történetek és, és érdekességek, de nem ebben a videóban szeretnék vele foglalkozni. E, és és most, most lehet, hogy nagyon sokan meg lesznek botránkozva, amit, amit mondani fogok. Az single player története nem volt túl érdekfeszítő. De tudjátok mit? ezt a játékot kijátszottam végig, ha single playerre kerül a sor, és most már ugye a Word 12-nél vagyok az expedícióknál, ezt a játékot kijátszottam végig single playerre, de a cyberpunkot még mindig nem. És nem azért nem játszottam ki a cyberpunkot, mert hogy mert hogy bugos és annyi, és minden, hanem azért, mert a történet mesélés és szál annyira érdektelenül van számomra, számomra, megcsinálva, megcsinálva, hogy egyszerűen nem vesz rá a motiváció, hogy a cyberpunkot kijátszom, kiátszom, ne neked 50 font az ablakon kirepülve, valószínűleg egyszer ki fogom játszani valamikor. De ezt már kiátszottam egy pár óla alatt, hétvégente, amikor szabadom, szabadnapos voltam, fogtam és kitoltam, nem a cyberpunkot, ezt. Szóval ez számomra úgy elmond valamit. Érdekesebb volt a, a játékmenete, Uh, még akkor is a lineáris, bár nekem nincs bajom a lineáris játékmenetekkel. És a másik pedig, hogy. És, és kimondtam egy kurszot hétvégi játék amikor van egy kis időd, egy-két órán, tudod, és ez, ez a játék, a leülsz, és egy-két óra alatt szignifikáns eredményt fogsz tudni elérni. Ami nagyon jó dolog. Jó, hogyha egy játék rövid időn belül meg tudja, vagyis elérhető rövid időn belül meg tudja adni a jutalom érzetet, és az Outriders, Outriders ezt üti nyélbe. A játék tiszta bug. Bug, ezt jó magyarosan megmondtuk. <laughs> Na, tényleg, tiszta bágos, az egész játék. Annyi probléma van vele, hogy az már szörnyű. Tehát néztem Skill a videóját, nem, vagyis nem néztem végig, de olvastam a címét, és azt mondja, hogy a címe, hogy ajánlani fogom az Outriders-t, ha megjavították. Üh, nem tudom, hogy valahol erre sor fog-e kerülni. És hogy, hogy megjavítják-e valahol az Outriders-t, mert nem nagyon nem nagyon látok egy ilyen roadmap-et, hogy, hogy mi fog történni a következő egy-két évben az Outriders-szel. Terveznek vele, annyit tudjuk, csak nem tudjuk, mert hogy ennyi idő eltelt már, amióta megjelent a játék, és még mindig nem javították ki. Úgyhogy igen, a játék tiszta bug. Nem is várok semmit már egy 21. századi játéktól, főleg RPG stílusban rendelkező játéktól. Nem várom el azt, hogy már el sem várom azt, hogy minőségi munka legyen, már akkor tudtuk, hogy tiszta bugos lesz, amikor az első trailert láttuk róla. És ez, ez mondom, ez egy hétvégi játék, lazulós, csillős, elvölgy, szétlövöldöző benne, az agyadat benne, mert hogy a játék, és itt itt úgy érzem, hogy szakadni fog a közösség. Ez a játék a kapcsolatban a játék tud kihívást nyújtani, ha nem megfelelő ö, időben lépsz rá a következő nehézségi szintre nem azt fogom mondani, hogy nem a megfelelő bildel, mert erre majd rátérünk, de ha nem megfelelő nehézségbe időben lépsz rá a következő szintre, akkor a játék büntetni fog, és egy nagyon kellemes nem túl OP, de egy nagyon kellemes kihívás elé fog állítani, és ez az a másik, amit az Outriders nyelvbe ütött, egy kellemes kihívás, ami nem túl nehéz, de nem is túl könnyű, hogy azt mondt, hogy hát ez a játék túl könnyű, de elég nehéz ahhoz, hogy felbasztad az agyadat annyira, hogy újra és újra akarjál próbálkozni. Nos, a következőkben beszélgetnék egy kicsit arról, hogy mennyire ö, egyedi és új, ö, vagy szolgáltat bármit Különlegesítes az a játék, és erre, ezekre a kérdésekre mind nem a válasz. És itt egy kicsit fel kell hozzam a Destiny hasonlatát. Annyira, én nem tudom, hogy direkt tervezték-e így az Outriders, vagy nem, de a képességek, és fegyver használat kombinációja nincsen szinkronban az Outridersben, tehát vagy a képességeken kell erősíteni, vagy ne erősítsenek, de akkor az idő, aminként használni lehet őket, az sokkal-sokkal rövidebb kell legyen, és de én amondó vagyok, hogy a rövidebb idő is egy kicsit erősebb képességek, attól függetlenül, hogy lehet rajtuk erősíteni, hogyha azon az úton szeretnél elindulni, de, de alapvetően nincs egy szinkron a fegyverhasználat és képesség használat között, és ezt, ezt, ezt az egyensúlyt meg kell, tanu, uh, meg kell találják, és itt egy kicsit hasonlítanám a Destiny-hez az egész dolgot, szóval, hogyha te Destiny-zel, hidd el nekem, hogy az Outriders semmi újat nem fog neked nyújtani, és nem szabad megvenned az Outriders, semmiképp sem olyan játékokkal játszol, mint a Destiny vagy a Warframe. Ha neten ki akar szakadni abból a világból, amelyeket ez a, ez a két játék mondjuk uh, ajánlani tud neki, neked például a Destiny, ha uh, ki akarsz egy kicsit szakadni abból a világból, abból az univerzumból, mert már unod, akkor igen, akkor vedd meg az Outriders, kijátszod, és ez egy, ez egy ilyen játék lesz az Outriders. kiátszod és el tudod benne érni a maximumot viszonylag rövid idő alatt, és utána felmegy a polcra. És visszamész ahhoz a játékhoz, amivel amúgy is játszottál. És néha-néha tudod, így havonta egyszer bekapcsolod, elfanolgatsz, elcsillelgetsz vele. És ennyi, ennyit tud nyújtani az Outriders egyelőre. Ha nem szereted a lineáris játékmenetet, akkor nagyon gyorsan meg fogod unni az Outriders. Ha nem, is, ha nem szereted az ismétlődő pályákat, akkor nagyon gyorsan meg fogod unni az Outriders. Ha eh, elsőre úgy érzed, hogy a gameplay maga, a 30 másodperces körforgás, a gameplay körforgás, tehát a lövés, a harc, a képességek és ennek az ismétlődése, ha nem fogod meg, akkor akkor az Outriders végképp neved meg. Ha a buildelés, a, a, a képességek, ugye, ahogy elosztod a pontokat, nem fogod meg, akkor neved meg az Outriders. És itt ki is térnék egy kicsit a csalódásomra, és az pedig a skill pontok és annak elosztására van. Ugye minden karakternek van a három útja, és ezen a három úton elméletileg több, százféle, ezerféle elosztás, képesség elosztást tudnál megvalósítani, amit meg is tudsz valósítani, csak a valóság az van, hogy haszna vehetetlenek. Hogyha nem indulsz el egy, egyik, egyik útvonalon, a három, ugye minden karakternek három útvonal közül, ha az egyiken nem indulsz el, hanem mondjuk mind a háromból keversz ki valamit, egyszerűen nem fogsz tudni egy olyan metát összeállítani, ami igazán hatékony lenne a játékban, és főleg nem hatékony endgame felé menve. Minél jobban haladok magasabb-magasabb pályaszintek felé, annál inkább ki kell válasszak egy útvonalat, és arra fókuszálnom, és esetleg egy-két extra pontot itt-ott elcsúsztatni, és ez azt a bizonyos több ezer kombinációt, amit lehetne csinálni, rögtön lebutítja háromra. És itt, itt jött nekem a legnagyobb csalódásom, és itt ebből a szempontból mondtam azt, hogy ez a játék nem helyettesítheti ki például a Warframe-et a mindennapjaidba, mert érezni fogod az űrt, amit hagy maga után, hogy minél jobban haladsz endgame felé, annál inkább rá vagy kényszerítve arra, hogy ez egy útvonalat válasz annak a klassznak valamelyik kasztja közül, és, és természetesen megvan az opció, hogyha csapattal mész, csapatosabb bildet csinálsz, ha a szólóban mész, szólósabb bildet csinálsz, Viszont elég limitáltak azok is, mert leszűkülnek metákra és jelen pillanatban vannak meta fegyverek és vannak meta buildek és vannak meta képességek és meta perkek és, és meta akármik, amik kellenek a fegyveredben, ilyen, ilyen különböző skillek és, és ennyi. És ha azok vannak, akkor dominálsz, ha nem azok vannak, akkor kicsit kilódsz. Nem azt mondom, hogy nem mész végig rajta, csak kicsit kilódsz. És amikor láthatja, a másik egy millió sebez, de te még csak 30 ezeret, akkor megkérdezed, hogy ja, hogy ez a fegyver kell, ezekkel a képességekkel, ezek a ruhák kellenek, ezekkel a képességekkel, és ezen a skill kell elindulni, és ezeket a pontokat bejelölve, és kész. és, és itt elvész egy kicsit a hangulat. Mert azért a Warframe-ben vannak meta-bildek, de legalább lehet egy kicsit kombinálni. Legalább egy kicsit. A, a destiny ben pedig egy nagyon jó egyensúly van a fegyverek és a képességek használata között, ahogy az idő eltelik, ahogy újra töltődik a képesség, a fegyverek ereje, a képességek ereje, minden egy összhangban van. Itt nincs meg az összhang, és a bildek sem olyan változatosak, mint aminek lenniük kellene. És remélhetőleg ezen a jövőben fognak változtatni végső összefoglalóként nem akarom nagyon tovább húzni az időtöket. Elégedett vagyok az Outriders-szel, de nem az a játék, amiben több száz 100 órát biztos, de több ezer órát belenyomni úgy gondolom, hogy nem érdemes, mert nem annyira jó a játék, hogy, hogy ezt megtesse. Most még. Ki tudja a jövőben mi lesz, DLC-k, stb de ugyanúgy ismétlődő pályákon megyünk keresztül. Hiába nem ugyanazok a pályák, mint a single playerbe, relatíve, tök ugyanúgy néznek ki igazából. Szóval azoknak az újra újra átrendezett változatáról beszélünk. Hiába lesz DLC egy új pályarészekkel, vagy esetleg új történettel, hogyha nem hoznak egy jobb egyensúlyt fegyverek, skillek, bildelés között, hogy az ember tényleg megbildelje azt, amit magának kell, akkor, akkor, ez a játék tényleg nem az a, az a, játék lesz, amiben több ezer órát fogsz beleölni. Játszod és felrakod a polcra, és játszottál egy oké okay játékot, egy oké, okay, nem egy kiválót, nem egy szart, csak egy oké okay játékot. Uh, hogy tudnám elmondani? Mint manapság a Call of Duty single playerre, érted? Várod, hogy ott legyen, várod, hogy ott legyen, de nem hoz bele, hogyha nem játszott ki. És ha kijátszod, legalább volt egy kiváló három órát, de most az általában össze lesz egy kiváló 300-400 órát azt hiszem, amíg rá nem unsz vagy észre nem veszed, hogy mennyire limitált az a, a, a bildelés, mennyire limitált a skill. Nagyon nagy, nagyon nagy balanszokat kell csináljanak ebbe a játékba, ahhoz, hogy, hogy hogy arányba kerüljön az egész. És hogyha ez meg lesz, akkor talán adni fog még egy extra 400 órát, és akkor mondjuk egy 800 órát eltöltesz ezzel a játékkal, azt meg is, és kész, kész, kész is leszel vele, valószínűleg. Srácok, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, ez volt az én Outriders meglátásom, maradj velem majd a storyért, a single player történetért, és mit, hogyan, hány, mert nem szeretném lefordítani ezt a játékot is. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!